Jó hangulatú cicázással kezdték az edzést kedden délután a Spari 2 játékosai. Az örökösföldi pályán már egy bajnokcsapat futballistái hangoltak a tréningre, ugyanis Huszár Géza együttese az előző fordulóban bebiztosította az elsőségét. Nyír megyesen 3-1-re győzött a kis Spari, és ezzel 5 fordulóval a zárás előtt 17 pontra növelt előnyét a második helyezett Vásáros Naminnyal szemben. A vezetőedző szerint akadtak nehézségeik az aranyéremig vezető úton. Sok problémával küzdöttünk, sajnos én ezt többször említettem néha a sajtóba is, hogy különösen idegenben nagyon-nagyon sokszor ugye tisztázatlan eszközökkel próbáltak bennünket megállítani, sajnos 2 játékosunk is műtét, egyiket már meg is operálták, a másikat most fogják a napokban megoperálni, tehát elvesztettünk 2 18-19 éves tehetséges fiatalt. Tehát a nehézségeket ez jelentette, hogy állandóan 4-5 folyamatosan sérült játékosunk volt. Nem tudom szebben megfogalmazni, az ellenfelek védői, mondom, tehát általában próbálták nem a labdát, hanem a játékosainknak a lábát elrúgni, hogy ne tudjunk túlfutni rajtuk, meg nem beszélve arról, hogy minden csapat ellenünk 100%-ot nyújtott, tehát csak egy példát mondok, hogy szerdán itt játszottunk 3-3-ot a Máté Szalkával, az a Máté Szalka 3 nappal később otthon kikapott attól a Nyírmegyestől, akit mi úgy gondolom 10 emberrel is teljesen megérdemelten vertünk meg. A megyei másodosztály után a fiataloknak nem volt egyszerű felvenni az első osztály ritmusát, és alkalmazkodniuk kellett a keményebb játékhoz is. Az elején nagyon nehezen indult, nem gondoltuk volna, hogy ilyen eredményesek leszünk, de hál' Istennek jöttek az eredmények. Fárasztó volt nagyon, de hál' Istennek jól végeztük a munkánkat, jó erődét voltunk végig a bajnokságban, de még nincs egy a fordulóknak, próbálunk minden mérkőzést ugyanígy megnyerni. Mint Huszár Géza elmondta, a legfontosabbnak azt tartja, hogy a játékosok folyamatosan fejlődjenek, és a legjobbak felkerüljenek a Spari első csapatához. Felnőtt bajnokságban most szerepelt rengeteg fiatalunk, akik úgy gondolom, hogy átestek, ahogy szokták mondani az első próbákon. Én úgy gondolom, hogy mindenki fejlődött, mindenki tapasztaltabb lett, én jó magam is, tehát azt mondják, a jó pap is ugye holtig tanul. Sok mindent láttam, egy nagyon érdekes bajnokság, ez mutatja azt, hogy a mögöttünk levő csapatok ugye keresztbe verték úgy egymást, és ezért is tudunk ugye 5 fordulóval a bajnokság vége előtt ugye bajnokok lenni. Hát a fiataljaink, meg mondom, én úgy gondolom, hogy bontogatják a szárnyukat, csak rajtuk áll vagy bukik, hogy ki meddig fog eljutni. A bajnokság végét követően a Spari 2 egy másik megyei bajnokkal játszik majd osztályozót az NB3-ba kerülésért.